szabadrúgást pedig Laki végzi majd el. Prosser. Hol csúsztatja tovább. Vega. Vega, 16-oson belül már. Vega elviszi az alapvonal felé, beteszi középre. Azt a mekkora védés volt, nem volt bent. Bent volt? Meg volt. Gól. Mégiscsak Tímári a gólszerző, pedig Palásti ilyen emberfeletti bravúrral abba az irányba mozdult, ahol a labda volt. A 23. perc kezdődik a mérkőzésen, amikor végül is Tímári Norman góljával megszerezzük a vezetést. Érdekes egy szituáció volt, érdemes lesz majd az utólagos lassítást megnézni egyébként, hogy bent volt vagy nem volt. Mindenesetre a Palásti hiába mozdul és hiába az óriási bravúr, már kintről tudja csak kiütni Tímári Norman fejesét. 1-0 a Puskás Akadémia második csapatának. Jó, a fejes és ott az egyenlítő gól. Herceg László a gólszerző. 61. perc a mérkőzésen, az első veszélyes szöglet, és ez hozza is az egyenlítő gólt. Herceg László találatával 1-1-re módosul az eredmény. Nagyot hagyja, úgyhogy ez így Herceg László szabadrúgása lesz alig, ha nem. Bár most nagy visszakeveredett mégiscsak, és Fejfert berendelik a sorfalba. Lancák tessékeli onnan arrébb Fejfert. Herceg tehát, Herceg lövi el, megpattan, bepattan gól. Hát ezt most ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ki lesz a gólszerző, alig hanem Hercegnek lehet adni. Herceg jön ki a vendég kispadhoz örülni. 87. perc, 1-2.